Patakok, sziklák, őszi táj a Pilisből, a Börzsönyből és például a Bükkből. Ádám János fotóriporter természetközeli kiállításának érdekessége, hogy a képeket egytől egyik telefonnal készítette. A Részletek című kiállítást a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban tekinthetik meg az érdeklődők. Utolsó simítások a kiállítás megnyitója előtt. Patakok, sziklák és őszi táj. Ilyen és ehhez hasonló fotókat láthatnak az érdeklődők Ádám János kiállításán, ami kedden nyílt a Miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. A fotógyűjtemény a Részletek címet kapta. A képek a Pilisben, a Börzsönyben, a Bakonyban és a Bükkben készültek. Itt túrázom, vagy kirándulok a legtöbbet, és nagyon fantasztikus dolgok történnek itt is. Itt a Szímapatak látható ebben a blogban, a négy képen. Ádám János elmondta, kamaszkori szerelemként indult nála a fotózás, ami azóta hivatássá vált. Ha teheti, és éppen nem fotóriporterként dolgozik, a természetben tölti szabad idejét. Nem titkolt célom az is, hogy felhívjam a figyelmet a bennünket körülvevő környezetünknek, a természet szépségére, és hogy óvjuk, vigyázzunk rá. Mert rengeteg csodálatos dolog van, ami sérülékeny benne. A kiállított képeket túrázás közben telefonnal készítette a fotós. A tárlatot, amit Törő Irén festőművész ajánlott az érdeklődők figyelmébe, március 15-ig tekintheti meg a közönség.